Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Indul a Magyar Falu program, a kis települések fejlesztési lehetőségeiről is szó volt a szakmai fórumon. Tavasszal több a tűz, napi 8-9 esethez riasztják a megye tűzoltói. Rendőrkézen a betörő, decsi ingatlanokba jutott be egy férfi. Magyar Tartalékosok Szövetsége, híd a társadalom és a honvédség között. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Elindult a Magyar Falu program, idén 150 milliárdot költ rá a kormány, 2-3 hetente nyílnak új pályázatok. A cél, hogy megállítsák a falvakból történő elvándorlást. A Hungária Takarék ZRT szakmai napján többek között a program elemeiről is tájékoztatást adtak a kistelepülések vezetőinek. Több mint 70 önkormányzat érezte fontosnak, hogy részt vegyen a Hungária Takarék éves találkozóján. Gáspár Csaba ügyvezető azt mondta, a pénzintézet egyre erőteljesebben jelen van az önkormányzati szférában. Emellett a vidék fejlődésének nagyon komoly záloga, hogy az emberek egyenlő komfortot érezzenek, bárhol laknak is. Ennek megfelelően egy ATM automata program indul az idei esztendőben. Egy jogszabályi háttér alapján a lakosság nagyon kedvezően, gyakorlatilag havonta 150 ezer forintig ingyen jut automatákból pénzhez. Takarékszövetkezetünk most fölvette a kesztyűt, és 21 új automatát vásároltunk, és ennek a 21 új automatának a telepítése, cseréje, a régiek lecserélése az elkezdődik. Az is jó hír, hogy például most már kibefizető automatáink lesznek, tehát nem csak kivenni lehet, hanem befizetni is pénzt a települési automatákba. A tanácskozás legfontosabb témája az idén induló Magyar Falvak program idei lehetőségeinek ismertetése volt. Gyopáros Alpár kormánybiztos azt mondta, ez hosszú távon biztosítja majd a kis települések fejlődését és az elvándorlás megállítását. Az a sajnálatos tapasztalat, hogy ebből a 2878 településből több mint 2000 van olyan, amelynek a népessége az országos átlaghoz képest sokkal nagyobb mértékben csökkent az elmúlt 10-15 vagy éppen 20 év. Mint mondjuk a városokban, vagy mondjuk felkapottabb, szerencsésebb földrajzi fekvésű falvakban. Nyilván egy Balatonfelvidék, egy Dunakanyar, egy budapesti agglomeráció kis települései jelentős mértékben akár még növekedhetett is a népességük, és más földrajzi fekvési településeken, ez igaz például Baranya megyében teljes mértékben, ott pedig drasztikus mértékben csökkent, azaz elvándorolt a népesség a falvakból. Mi ezt kívánjuk meggátolni. A program első elemeiben 2019-ben 150 milliárd forint áll a kis települések rendelkezésére. A kormányzat 2030-ig kívánja működtetni a programot. Idén elsősorban a közösségi terek fejlesztését preferálja majd a program. A 2019-es költségvetés fő üzenete a biztonság és fejlődés mellett a nyugalom is, mondta Ács Rezső Szekszárd polgármestere azt követően, hogy a képviselőtestület elfogadta a gazdálkodásáról szóló rendeletet. A fő összeg több mint 20,5 milliárd forint, amelynek kétharmadát fejlesztésre költik. Ács Rezső kiemelte, ez a költségvetés megteremti a lehetőséget arra, hogy a polgárok ezután saját életük kérdéseivel tudjanak érdemben foglalkozni. És ha azt mondja, nyugalmat, biztonságot megteremtettük, akkor azt gondolom, hogy mindenki saját egyéni boldogulására tud koncentrálni, és ez lehet a legfontosabb, hogy a család boldogulására tud koncentrálni, és ez lehet a legfontosabb. Szükség van a jó szakemberek megtartására a közszférában, éppen ezért volt fontos a dolgozók bérrendezése, mondta Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere, miután a város képviselőtestülete jelentős béremelést szavazott meg a köztisztviselőknek legutóbbi ülésén. A képviselőtestület úgy döntött, hogy az önkormányzat intézményeinél jó néhány területen próbálunk a bérekben elmozdulni a jogszabályban meghatározott mértékhez képest. Ezzel is próbáljuk a dolgozóinkat megbecsülni, és így a köztisztviselők tekintetében is olyan döntés született, hogy az illetmény alapot a jelenlegi 38.650 forintról 50.000 forintra emeli viszonylagosan január 1-től a képviselőtestület. Ezzel próbálunk egy kicsit felzárkózni bérek tekintetében, kicsit versenyképesebbé váljunk, kicsit próbáljuk a kollégáinkat itt tartani.
Március 1-ével beköszönt a tavasz, és vele a jó idő, amiből már ízelítőt is kaptunk. A megyében élők örülnek az évszakváltásnak, elsősorban azért, mert kevesebbet kell fűtésre költeniük, nekikezdhetnek a kerti munkáknak, és a hangulatuk is javul azáltal, hogy tovább van világos, többet süt a nap, éledezik a természet. Közben az adatok szerint hamarosan hazaérkezik Zoltán, a gemenci fekete gólya is Afrikából. Van, aki biciklivel egy könnyű tavaszi kabátban, más egy szál pulóverben indult bevásárolni Bátaszéken február utolsó napján. A téli időszakban a kevesebb napfény miatt a szervezetben D-vitamin hiányos állapot is felléphet, ami sok esetben lehangoltsággal, fáradtsággal jár együtt. A bátaszékiek is azt mondják, alig várták már a tavaszt, ilyenkor a hangulatuk és az energia szintjük is megváltozik, jobb a közérzetük. Mi is kezdünk bimbózni, mi is éledezünk, mert ugye a sok vitaminhiány, stb. Most igyekszünk a déli oldalra, hogy süssön a napocska, úgyhogy minden rendben, hál' Istennek. Mindenképpen nagyon szeretem a tavaszt. Ez a nő is tavaszi kabátot húzott a bevásárláshoz, és rögtön két virágot vett, hogy hangulatosabbá varázsolja velük otthonát. Örülök neki. Miért? Nagy. Hát mert nem kell annyit tüzelni se, meg kint lehetünk a levegőn. Tisztítják a vízelvezető csatornát Bátaszék főutcáján, de nem csak itt, a földeken is nekikezdtek a szabadtéri munkáknak a gazdák. Metszik a fákat, rendezik a telkeket. Az időjárás is kedvez a munkálatoknak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint február utolsó napján 14 és 20 fok között alakul a nappali hőmérséklet. Késő estére is csak 5 és 12 fok közé hűl le a levegő, az elkövetkező napokban pedig változékony időjárás várható, 14 fokos napi maximum hőmérséklettel és záporokkal. Tavasszal nem csak a természet és vele az ember éled újjá, hanem az Afrikába elvándorolt gólyák is hazatérnek. Zoltán a jeladóval felszerelt gemenci fekete gólya is megkezdte tavaszi vonulását, várhatóan március közepén érkezik haza, remélhetőleg hazafelé tart Tóbiás is, aki rendszeresen elsőként érkezik vissza bekamerázott fészkébe. Érzik a tűzoltók is a tavasz beköszöntét, ugyanis jócskán megsokasodott a dolguk, ami a szabadtéri munkák megkezdésével is összefügg, csak Tolna megyében napi 8-9 tűzesethez riasztják a lánglovagokat. Hatalmas fekete koromfolt, színné égett háztartási eszközök, ruhaneműk, ezek a képek Dombóváron készültek szerdán este, miután felrobbant egy vegyes tüzelésű kazán egy családi házban. A robbanás következtében a tűz átterjedt a melléképületre. Ehhez a nagy erőkkel vonultak a dombóvári, a kaposvári, a sásdi hivatásos tűzoltók, és három vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el a tüzet. Személyi sérülés sajnos ebben az esetben történt, ez egy ott lakó személynek a keze sérült meg, ő másodfokú égési sérüléseket szenvedett. Ugyanezen a napon Tengelic és Tolna határában pedig a nádas gyulladt ki, mintegy 4 hektáron égett a növényzet. A tűzhöz a Szekszárd, illetve a paksi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak, valamint a tolnai önkormányzati tűzoltók is részt vettek a tűz oltásában. Ők egy vízsugárral, illetve kéziszerszámok segítségével oltották el a tüzet. Személyi sérülés nem történt. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatal vezetője azt mondja, a tavaszias jó idő beköszöntével megnövekszik a tűzoltók munkája. Csak Tolna megyében napi 8-9 tűzesethez riasztják a tűzoltókat. Több ingatlanba is betörtek az elmúlt napokban Decsen, volt ahonnan ékszerek és elektronikai eszközök, máshonnan pedig gázpalack tűnt el. A tettest, aki korábban már a szekszárdi kórházból is lopott, elfogták a rendőrök, már előzetes letartóztatásban van. Felfeszítette a reteszt, így jutott be az egyik ingatlanba a betörő, Decsen készültek a fotók, a településen az elmúlt napokban többekhez is beütött a tolvaj. Nyaklánc látható a következő rendőrségi képen, nem csak ékszereket vitt viszont magával a bűnöző, hanem szinte mindent, amit tudott. Ékszereket, pénzt, televíziót, gázpalackot és egyéb értéktárgyakat tulajdonított el. A szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai, a körzeti megbízottak, illetve a bűnügyi osztály munkatársai összehangolt és hatékony munkájának köszönhetően rendőrkézre került a decsi betörő. A férfiről úgy tudjuk Decsen élt, de az állandó lakcíme Szekszárdra volt bejegyezve, korábban ott is követett el hasonló bűncselekményeket. Akkor a szekszárdi kórház dolgozóinak a pénzét lopta el. A férfit a kihallgatását követően őrizetbe vették, majd előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A bíróság pedig előzetes letartóztatásba is helyezte, a betörésekért akár 3 év börtönt is kaphat.
A szerhasználatról tartottak bűnmegelőző előadást a Bonyhádi Rendőrfőkapitányság munkatársai a Perczel Mór közgazdasági szakközépiskolában. A rendhagyó óra keretében a diákok hasznos információkat szerezhettek arról, hogyan kerülhető el, hogy áldozattá váljanak. A program célja, hogy a tanulók minden esetben fel tudják mérni a veszélyhelyzeteket, majd azokat átgondolva felelősen tudjanak döntéseket hozni. 2019 áprilisától akár online is intézhető lesz az iskolai beiratkozás, közölte a Klebelsberg központ szerdán. Erre a szülőknek egy rövid regisztráció után a Kréta rendszer felületén lesz lehetőségük. Ezután az intézményben már csak a szükséges igazolásokat és a lakcímkártyát kell majd bemutatni. Az intézmény fenntartó tájékoztatása szerint a jövőben az ügyfélkapus ügyintézés mellett még 18 további iskolai ügy intézése is internet alapúvá válik. A Magyar Tartalékosok Szövetségét 2001-ben hozták létre azzal a feladattal, hogy hidat képezzen a honvédség és a társadalom között, valamint hogy Magyarországon is legyen egy olyan szervezet, amely állami akkreditációval bír a NATO tartalékos szervezeteiben való részvételre. A MATASZ nem honvédségi, hanem civil szervezet, amelynek élén a közgyűlés által választott országos elnökség áll. A Tolna megyei szervezet Szekszárdon tartott konferenciát, ahol a tavalyi év összegzése és a jövőbeni feladatok is megfogalmazottak. A Tolna megye nem a legerősebb katona megye az országban, de a Tolna megyében dolgozó kollégáim, az igazgatási vezetők, civil együttműködő szervezetek vezetői nevében elmondhatom, hogy az itt lakóknak igenis fontos a honvédelem, fontos a magyar honvédség, a civil társadalom közti együttműködés, aminek önök kulcs szereplői. A harmadik legmeghatározóbb kulturális személyiségnek nyilvánították nemrégiben Magyarországon, rendes szerte a világon, de szavai szerint imádja ezt az országot, mert igazán innen tud táplálkozni a munkájában. Többek között erről is beszélt Alföldi Róbert a vállalkozói szalon estjének vendégeként. Megítélése szerint a minőségi munka az, ami meghatározza egy ember sikerességét a szakmájában, és erre törekszik folyamatosan. Hogyha önazonos vagy, tehát hogyha azt, amit csinálsz, azt teljes erőbedobásra csinálod, akkor az is valamilyen. Aztán erre lehet azt mondani, hogy ezt én szeretem, vagy nem szeretem, vagy bírom, vagy nem bírom, de hogy mindenki, rajtad múlik az, hogy amit csinálsz, az milyen minőségben csinálod. Regionális híreink következnek. Közösségi terek, óvodaépítés, Máza is csatlakozott a Magyar Falu programhoz. Képzések, oktatás, nyitott tanulási központ Mohácson. Megemlékezés Horváth Judit tiszteletére, egykori iskolájában volt emléknap. Máza is csatlakozott a Magyar Falu programhoz, amelynek keretében az óvoda, valamint az egykor moziként működő művelődési ház belső megújítására pályáznak. Az épületben több civil szervezet működik, és az óvodai farsangot is a nagy teremben tartották. Az egyházas kozári óvoda és minibölcsöde Mázai tagintézményébe csak nem 40 kisgyermek jár. Az óvodai farsang egy nagyobb projekt része, melynek első állomása egy úgynevezett nagymama nap volt. Ma van a farsangunk, ami egyébként egy szülői közösséges rendezvény, illetve lesz egy kiszabábégetésünk, egy rongyos bálunk még az óvodában is, ez lesz az egésznek egy zárása majd. Máza életében központi helyet foglal el az óvoda, ezért felújítására is folyamatosan költ a település. Máza egy 1230 fős település. Sajnos általános iskolánk már nincs, ezért az óvodánkra nagyon szeretnénk vigyázni, és költünk is rá szinte erőn felül. És nagyon örülünk, hogy az óvónénik a szülőkkel együtt és a gyerekekkel együtt olyan rendezvényeket tartanak, ami nem csak az óvodában, hanem a faluban is érdeklődésre tart számot.
Gyakorlatilag a Farsang az első olyan rendezvény, ami a faluba megtartásra kerül, és ez az óvodásoknak köszönhető. Máza is csatlakozott a Magyar Falu programhoz, melynek keretében nem csak az óvoda, hanem az egykor moziként működő művelődési ház belső megújítására is pályáznak. A Farsang helyszínén a nagy teremben lévő színpad hangszigetelése mellett festési munkálatokat, valamint nyílászáró cserét terveznek bruttó 15 millió forintból. Azért nem mai gyerek vagyok már, ahhoz képest, hogy kis gyerekeim vannak, de nagyon jó lenne, itt nagyon jó rendezvények voltak régebben is, bálok, meg mindenféle kabari műsorok, mozi működött, igen, ezt is szeretnénk felújítani. Hát ez nagyon jó lenne, mert azért a környékben ilyen ekkora kultúrázis azért ilyen rendezvényekre való helység nem nagyon van. Mint ismert, a Magyar Falu program keretében 2019-ben 150 milliárd forint állami forrás jut az 5000 fő alatti települések fejlesztésére. Elsőként az egyházi, valamint az önkormányzatok által üzemeltetett közösségi terek felújítására és létrehozására lehet pályázni. 60 busócsoport, 1600 busója és egyéb maskarása, 350 népművész, árus és vendéglős. 35 helyszínen 80 program várja a vendégeket az akár 100 ezer látogatót is vonzó csütörtökön kezdődő busójáráson. A busójárás napjai alatt a teljes városmagot lezárják az autósok előtt. A főbb helyszínek egyikét sem lehet kocsival megközelíteni, de a tágabb értelemben vett belvárosban sem lesz érdemes megállással próbálkozni. A korlátozások egy része már érvényes, egészen jövő kedd estig. Idegen nyelvi számítástechnikai és iparági oktatás, többek között ezek a területek szerepelnek a nyitott tanulási központ programjai között. Az országos hálózat Mohácson nyitotta meg legújabb központját, itt ingyenes, azonnal használható versenyképes ismeretekre tehetnek szert a 16 és 65 év közöttiek. Ez a felnőttképzési program segíti a résztvevők hatékonyabb munkavégzését immár Mohácson is. Nyitott tanulási központot hoztak létre Mohácson. A hálózat országosan már 52 helyszínen van jelen, a legújabb központ pedig szerdán nyitotta meg kapuit a Dunamenti városban. A program keretében különböző felnőtt képzésekben vehetnek részt a 16 és 65 év közötti lakosok. Gyakorlatilag a kompetenciafejlesztés területén idegen nyelv, informatikai ismeretek és minden olyan tudást, ami a mindennapokban vagy a munkavégzésük során tudnak a felnőttek hasznosítani, azokat mi tudjuk ingyenesen biztosítani. A képzések 20-30 órát vesznek igénybe, ahol a felnőttek különböző szakterületek alapjaival is megismerkedhetnek. A programban részt vesz a Baranya megyei vállalkozói központ is, mint mobil regionális partner. A vállalkozói központnak nagyon fontos az, hogy a velünk kapcsolatban álló vállalkozások pontosan lássák és értsék azt, hogy milyen helye és szerepe van a szakképzésnek egy vállalkozás életében. És amikor azt mondom, hogy szakképzés, akkor nem feltétlenül a klasszikus szakképzési modellre gondolok, hanem ezt egy sokkal tágabb értelemben tessék értelmezni az oktatás és képzés minden szegmensére. A projekt ismertető rendezvényen elhangzott, nagyon fontos, hogy fellendüljön ez a fajta oktatás a régióban. Nemeskéri Zsolt dékáni megbízott elmondta, a dél-dunántúli térség európai és magyarországi viszonylatban is elmarad a felnőtt képzéseken résztvevők átlagától. Itt az európai átlag olyan 10% körüli, a magyar átlag 6% körüli, és a mi régiónkban olyan 5% körül beszélhetünk arról, hogy a munkavállalói korú lakosságnak hány százaléka kapcsolódik bele felnőtt képzési programokba. Szekó József a rendezvényen írta alá a projektmenedzserével az együttműködési megállapodást. A polgármester szerint leginkább a helyi vállalkozások életében jelent nagy segítséget a Nyitok program. A mai gazdasági környezetben, amikor elengedhetetlen nagyon sok területen a lépésváltás, úgymond tehát a modernizáció, elsősorban a digitalizáció, tehát akkor ilyen környezetben elengedhetetlen a folyamatos képzés, és ebben tud nekünk nagyot segíteni a hálózat. A program keretein belül munkáltatókkal is tartják a kapcsolatot. Ezzel is segítenek a képzésben résztvevőknek, hogy hatékonyabban tudják a munkájukat elvégezni. Minden évben kétszer is megemlékeznek egykori iskolájában Horváth Juditról, a PVSK kosárlabda csapatának tragikus balesetben elhunyt irányítójáról. Az évforduló alkalmából az iskola közösségén kívül egykori csapattársai, testnevelője, valamint a PVSK NB1-es kosarasai emlékeztek, a napot gálamérkőzések színesítették.
A Kovács Béla általános iskola valamennyi tanulója jól tudja, hogy ki volt Horváth Judit. A PVSK női csapatnak volt a csapatkapitánya. Sajnálatos módon egy autóbalesetben halt meg, és a őt megörökítő szobora ott van a Naubert Dezső sportcsarnoknál, és 11-es számban játszott. A meze vissza lett vonultatva. A gyerekek büszkék rá, hogy Juci is ebben az intézményben tanult, és itt indult el kosárlabda karrierje is. Ide járt a Kovács Bélába, és van olyan tanár, aki a barátén is volt egyébként, és hát ő egy nagyon ügyes játékos volt, és a csapatkapitánya volt a lánycsapatban, és ők nyertek is azt hiszem országon a bajnokságot, és hogy motorral esetben halt meg, mert elütötte egy kamion, azt hiszem. Az ünnepségre eljött Iványi Dalma is, aki, mint elmondta, rengeteget tanult Jucitól. Az 1998-as döntőben Floridából hazatérve segítette aranyéremhez a szezon elején tragédiával sújtott PVSK-t. A pécsi női kosárlabda valahol Horváth Jucikával kezdődött. Ő alapozta meg ugye azt az érzést, amit egy igazi kosaras csapatember tud mutatni. Úgyhogy én mindig nagyon-nagyon jó érzésekkel jövök ide, bár ugye nagyon-nagyon sajnálom, hogy Jucika már nincsen köztünk, de én azt gondolom, hogy nagyon szép, és nagyon örülünk, hogy itt a Kovács Bélába nem csak Jucika emlékét ápolják ilyen nagyon szépen, hanem magát a kosárlabdát is nagyon szeretik. Ugye ez egy nagyon fontos bázisiskolája a PVSK-nak, úgyhogy nagyon örülök, hogy megint ennyi lelkes gyerkőcöt látunk itt. Dalma után Juci egykori testnevelője, Katics Kálmán beszélt a minden sportágban tehetséges tanítványról, és megmutatta azt a celluloid filmet, amin Juci talajgyakorlatát örökítette meg. Az ünnepség után a PVSK Veolia kosarasait hívták ki az iskola pedagógusai egy gálameccsre, majd a tanulók játszottak barátságos mérkőzéseket. És végül nézzük, miről szólt a híradó. Indul a Magyar Falu program, a kis települések fejlesztési lehetőségeiről is szó volt a szakmai fórumon. Tavasszal több a tűz, napi 8-9 esethez riasztják a megye tűzoltói. Rendőrkézen a betörő, decsi ingatlanokba jutott be egy férfi. Magyar Tartalékosok Szövetsége, híd a társadalom és a honvédség között. Pénteken hidegfront alakítja az időjárást, a déli óráktól megnő az esélye szorványosan kialakuló záporoknak. Helyenként az ég is megdörrenhet, mérséklődik a nappali felmelegedés, de marad az enyhe idő. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!